A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap. Tolnán Rubányi Anita szavalatával kezdték meg a Hősök terén az ünnepséget. Hangos szóval hiába fogadkoztok, hogy soha s mindörökké az ország szíve. Magyarország szíve ott ver, hol Magyarország nincsen többé. Bennünket összekalapált a bánat, ti atomokra hultok itten szét. Egymást farkas foggal tépitek, nektek nem volt a nagy lecke elég. Nobotné Bán Erzsébet érzelmes sorokkal beszélt a múlt fájdalmairól, és tekintett vissza történelmünkre. Trianon a magyar érzelemvilág része. Ezt az érzést nem lehet vezényelni. Ha egy nemzetnek fájós sebei vannak, akkor arról megfeledkezni bűn. Fogalmazott Boros Péter volt miniszterelnök 2004-ben. De miért és hogyan keletkeztek ezek a fájós sebek, vagyis Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja és Burgenland elvesztése? 104 évvel Trianon után is érzelmektől fűtött indulatok tárgya a nagy háborút lezáró békediktátum. Dombováron a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott ünnepi műsor közreműködői a Dombovári I. és Gyula gimnázium diákjai voltak. A műsor régóta készül, én bízom benne, hogy a kollégák nagyon-nagyon szakértő szemmel és szívvel irányították a felkészítést, meg a próbákat, és hát az iskolai szinten is igyekszünk, ahogy szokták mondani, megadni a módját. Én igyekeztem az iskola tanulói ifjúságának jelentős részét mozgósítani, mert én úgy érzem és úgy illik is szerintem, hogyha egy város fölkéri az intézményt, az eleve egy fontos alkalom, és a megtiszteltetés az is hozzátartozik, hogy kötelességeink is vannak, és igenis támogatnunk kell a résztvevőket, a fellépőket abban, hogy mi is erőt és tömeget biztosítunk a számukra. Hello, magyar! Kárpát felej, halló magyar, Erdély felej. A 83 éves Sátor Edéné Erzsike néni nagyon szeret fiatalok között lenni, és örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy énekével hozzá tegyen a megemlékezéshez. Én magyar a világhimnuszát régebb óta ismerem. Ez olyan régi időkre megy vissza, 56 utáni időkre. Ez akkor íródott, és szamizdat volt akkor. És hát a családban ez megmaradt. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet, melyben emlékeztette a hallgatóságot, hogy az ország megcsonkítása Dombolvár fejlődésére is negatívan hatott. Gróf Aponyi szavaira hivatkozott, ha a szív a helyén van, akkor mi, magyarok, erősek maradunk, és megmaradunk a legnagyobb veszteségek ellenére is.